A szót, elnök úr, tisztelt képviselő társaim, tisztelt államtitkár úr! Tavaly ősszel az egész országot megrázta az a hír, miszerint egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyürei 11 éves kislány feltehetően az iskolai zaklatások elszenvedése miatt a vonat elé lépett. A 11 éves kislány lába koponyája súlyosan roncsolódott, életveszélyes állapotban szállította a mentőhelikopter kórházba, de szerencsére túlélte ezt az öngyilkossági kísérletet. Reméljük, hogy azokat a lelki traumákat is ki tudja majd heverni valamikor, amiket korábban el kellett szenvednie. Pisti, a légynek sem ártó barátságos hümegi kamasz, viszont szörnyet halt. Az ő számára olyan poklot teremtettek a zaklatói, kínzói, hogy nem bírta elviselni a mindennapos megaláztatást és bántásokat. Néhány nappal ezelőtt a robogó vonat elé vetette magát. Az, hogy a két országos fölháborodást kiváltó eset között mi történik, mekkora látencia, ezt szörnyű statisztikák azért megvilágítják. Nyilvánvaló módon a fiataloknak, a diákoknak a jelentős része, idejének nagy részét azt intézményi keretek között az iskolában tölti. Minden normális szülő úgy gondolja és azt szeretné, hogyha ő a gyermekét, szeme fényét, legdrágább kincsét, legyen az dagi kisgyerek, szemüveges, elállófülű, bármitől furcsa, de mégis az övé, a legdrágább kincse, a semmiféle bántódás ne érje az iskolába. Ennek ellenére mondjuk az UNICEF felmérése azt mutatta ki, hogy a magyar középiskolás fiatalok arról számoltak be, hogy kétharmadukat tanulmányaik alatt rendszeresen érte vagy éri fizikai, lelki vagy verbális erőszak, az esetek csaknem felében napi rendszerességgel. És mivel modern időket élünk, ez a zaklatás, ez nem ér véget. Az iskolai idő befejeztével, ez folytatódik az online térben is, folytatódik a közösségi média platformjain. Jól tudjuk azt, hogy a legtöbb esetben maga a bántalmazó is egyébként bántalmazott. Viszont ez csak egy szomorú magyarázat lehet, de semmiképpen sem mentség egy végtelenül tragikus jelenségre. Éppen ezért nagyon fontos lenne a család felelőssége. Ezt konzervatív emberként mindig hangsúlyozni kell, hiszen a gyermek valóban érték, és felelősség kell, hogy legyen minden családban. A harmónia, a szeretet és az életigenlésnek a megtestesítője. Olyan mintákat kell felé közvetíteni, olyan pozitív mintákat, hogy ő is így bánjon embertársaival, és merjen a szülőktől segítséget kérni. Azonban ez sokszor nem így történik, és a család mellett ki kell mondani, hogy az államnak is felelőssége van, és ellenzéki képviselőként egy államtitkár úrtól most azt kérdezem, hogy mit tesz, mit tett a magyar kormány annak érdekében, hogy minél kevesebb ilyen tragédiával találkozunk. Köszönöm, várom az érdemi választ. Köszönöm, tisztelt országgyűlés, az interpellációra Rétvári Bence miniszterhelyettes úr válaszolt, önnél a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Valóban minden szülő aggódik a gyermekéért, hogy amikor közösségben van, akkor ott egy elfogadó, szerető közösség legyen, és ne pedig támadják, zaklassák a gyermeket, ne csúfolják, vagy ne molesztálják, vagy fizikailag ne bántalmazzák. Ez mindjárt számára fontos, ezért a kormány számára az egyik legfontosabb kérdés, amivel itt a parlamentben is foglalkoznunk kell, az a gyermekvédelemnek az ügye. Ezért fogadtuk el a gyermekvédelmi törvényt, és hogy nem csak a kormány gondolja így, hogy a gyermekvédelem ugye fontos, ezt a magyar emberek is egyértelművé tették akkor, amikor az országgyűlési választással egy napon megtartott gyermekvédelmi népszavazáson még a kormánypártokra adott rekordnagyságú több mint 3 milliós szavazatszámot is messze-messze meghaladóan 3,6 millióan szavaztak egy irányba, megerősítve a gyermekvédelmi törvényt. Köszönjük az ő megerősítésüket, ez is mutatja azt, hogy valóban a gyermekek védelme minden területen, akár az iskolában is, de mindenhol máshol is nagyon fontos kötelezettsége mindenkinek. És ahogy ön is mondta, előfordulhatnak akár az iskolában, máshol is olyan esetek, amikor egyik gyerek a másikat nem csak piszkálja, hanem ez már egyfajta gúnyolódáson is túlmutat, olyan zaklatás, amely maradandó sérüléseket is okozhat a gyermekek lelkében. Ezért indítottuk el azt a plakátkampányt is pont az elmúlt napokban, amelyik 4500 iskolába juttatja el azt az információt minden gyereknek 15000 plakáton, hogy hova lehet fordulni ezekben az esetekben. Mik azok az esetek? 8-féle esettípus, amikor különböző internetes képekkel való visszaélés, zaklatás, gúnyolódás, vagy akár valamilyen
egyéb a gyermek méltóságát sértő, a gyermeket zaklató esetben lehet fordulni akár az NMHH Nemzeti Médiasírközési Hatóságnak a segélyszolgálatához, amely nagyon eredményes, hiszen eddig 17 ezer esetben segített, és adott esetben, hogyha valakiről valamilyen sértő tartalom, egy olyan kép, amit nem a nyilvánosságra szánt, és mégis nyilvánosságra kerül, akár a hatóság közreműködésével 24 órán belül eltávolítható, pontosan, hogy hogy a videó terjedése, vagy a fényképnek a terjedése minden inkább megállítható legyen, hiszen ez ma már egy okostelefonon csak egy gombnyomás, de valakinek lehet utána egy életre szóló sérülés, hogyha valakiről ilyeneket terjesztenek, vagy valakik megpróbálnak valami olyan képet, videót kicsikarni belőle, amit ő igazából saját maga nem is tenne meg. Ezen túlmenően a gyermekvédelem számára fontos az az ingyenes telefonszáma 0680-620-055-ös, ahol mindig mindenki segítséget tud kapni, hogy kihez fordulhat, milyen lehetőségei vannak. Fontos az iskolaőr program, amelyik 736 helyszínen most már segít a fizikai, tetleges erőszaktól való megóvásban. Ön is tudja, hogy akár gyerekek egymással kapcsolatban, akár a szülők, tanárok vagy szülők gyermekekkel kapcsolatos erőszak cselekményeit megelőzendő vannak ott az iskolőrök. Sajnáljuk, hogy a baloldal részéről csak gúnyolódás tárgyát képezték az iskolőrök, miközben el kéne ismerni azt, hogy ők pontosan a gyerekeket, a tanárokat, az iskola rendjét védik. Fontos ezeknek a megelőzése, amikor már látható, hogy ilyen helyzet kialakulhat, az legyen kihez fordulni az iskolában is. Ezért fontos, hogy az iskolapszichológus száma, ami a kormányzásunk előtt 998 fő volt, tehát kevesebb, mint 1000, most 1922 fő, tehát közel 2000 fő az iskolapszichológusok száma. Sok programot indítottunk az iskola erőszak elleni pedagógiai programok közül, a bántalmazás megelőzésével kapcsolatos nagyon fontos a mentálhigiénés alapprogram, az Enable program, EFO programokban, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács keretében is indítottunk ilyen programot. A Nemzeti Alaptantervben most már hangsúlyosabban jelenik meg ezeknek a veszélyeknek a felismerése és a kezelése, az etika tantárgy keretében, vagy a közösségi nevelés, az az osztályfőnöki órák keretében is sokkal hangsúlyosabb az új NAD-ban az ilyesfajta zaklatásokkal szembeni fellépés, de vannak rendőrségi programok is, a DADA program, az ellenszer program, az iskolai bűnmegőrzési tanácsok, az óvizsarú, az iskola rendőre program pont mind abban segít, az iskolai közeg minél biztonságosabb közeg legyen minden diák számára. Köszönöm szépen! Köszönöm miniszterhelyettes úr válaszát, tisztelt országgyűlés, és megkérdezem, hogy elfogadja a miniszterhelyettesi válaszolni a szót. Államtitkár, nagyon fontos dolgok azokról, amelyekről beszélt, ezek támogatandó dolgok, de nagyon kevesek. Az a helyzet, hogy nem mi voltunk az az ellenzéki párt, amelyik hisztizett, amiatt bevezették az iskolaőri intézményt, hiszen tisztában vagyunk a valósággal, tudjuk, hogy van olyan intézmény, ahova sajnos tűzoltás jelleggel szükséges az ilyesmi is. És mi voltunk azok, akik elfogadtuk egyébként a gyermekvédelmi törvényt is, mert azt mondjuk, hogy a pedofilokra a legsúlyosabb büntetést kell kirónni, és ezért mondtuk azt, hogy Kalettát meg a hozzá hasonlókat nyugodtan ott lehetett volna hagyni Peruba, hadd kapja meg ott valamelyik börtönben azt, amit egyébként megérdemel, és azt is mondjuk konzervatív alapon, hogy a gender indoktrinációra nincsen szükség az iskolánkban, és ez nem összekeverendő a felvilágosítása. Államtitkár úr, az ön válaszából viszont hiányzott az, hogy végre mikor becsülik meg erkölcsileg és anyagilag a pedagógusokat, valamint a gyermekvédelmi és szociális területen dolgozókat, akik egyébként ezzel az egész problémával nap mint nap szembesülnek. Nagy szükség lenne erre is, és éppen ezért azt a választ sajnos nem tudom elfogadni.